A nagybányai teleki magyar házban február 26-án pénteken vette kezdetét a több mint 11 órás felolvasó maraton, mely szombaton február 27-én reggel 10 óra és 18 óra között folytatódik. A felolvasó maratonra felolvasóként több mint 50 személy jelentkezett. A nézőkkel együtt több mint 100-an lesznek. A felolvasó maraton pénteken több mint 15 személy jelenlétében kezdődött. Meg az előző esztendőkben szervezett hasonló rendezvények, ezek egy kicsit a könyvünnepei, kicsit pedig a közösségi. A könyvünnepei azért, mert egy olyasmivel foglalkozunk ez alatt, hogy jó néhány órában, ma estétől holnap estig, egy kis éjszakai megszakítással, amit a mai ember ritkán gyakorol, ritkán olvas. Ti magatok is valószínűleg sokkal kevesebbet olvastok, mint mi annak idején gyerekkorunkban, amikor nem volt se tévé, se mobiltelefon, a rádió is csak ott, ahol volt antenna, meg megfelelő jel, hát olvastunk. És olvastunk bizony sokszor, akár egész éjszakán keresztül. Nem azért kellett ránk szóljanak a szüleink, hogy kapcsoljátok ki már azt a számítógépet, vagy a tévét, hanem hogy olcs már el a villanyt, ne ronsd a szemedet az éjszakai olvasással. Mert az olvasásnak próbálunk ma divatot teremteni, illetve hát ezekkel a rendezvényekkel egyrészt, másrészt pedig egy kicsit az együttlétnek. Itt nem vagyunk most sokan, itt, hogyha megsatszolom körülbelül 15-20-an, nem többen, de a két nap alatt csak olvasóként több mint 50-en fognak részt venni a programban, közönséggel együtt valószínűleg körülbelül 100-an. Felolvasó maraton szerveznek szerte a világon. Több mint 70 településen egy időben felolvasnak az emberek. A felolvasó maraton ötlete egy debreceni fiatalembertől ered, aki 2003-ban Vas Albert műveiből egyszerre több helyen 24 órás felolvasást kezdeményezett. Így akarta az elhallgatott író munkásságára felhívni a figyelmet. Majd 2008-ban a Székely Magyar Kézfogás jegyében zajló Filisz Hargitatúra szervezői élesztették újra fel az ötletet, s egy órával megtoldva az első felolvasást, újra meghirdették a kezdeményezést. Azóta évente a világmagyar lakta településein megszervezik a felolvasó maratont. Nem csak Nagybányán, hanem szerte a nagyvilágon majdnem 70 településen egyszerre egy időben olvastak emberek. Ha csak 50 emberrel számolunk, az is majd 3500-4000 ember, aki ma este, illetve holnapi nap folyamán, sőt sok helyen éjszaka is folyamatosan olvasni fognak. Mindenki azt, amit szeret. Szép irodalmat, verset, prózát, mesét, nagyon sok helyen Vas Albert író életműve, illetve írásai köré szervezik ezeket a rendezvényeket, mert hogy az eredeti kezdeményezés is ezt tűzte ki célul, de a lényeg az, hogy olvasnak. Csak hogy érzékeltessem azt, hogy hány helyen és mennyi felé a világon, Los Angelesben, New Yorkban is most már zajlik a felolvasás, ott egy kicsit korábban kezdődött a péntek este, tehát kicsit korábban kezdték el a programot, de a Kárpát-medencében, Kárpátalján, Ungváron, vagy délvidéken, Zentán, a felvidéken, Szlovákiában is, illetve itt Erdélyben is, nagyon sok településen is, illetve több településen, és Magyarországon pedig nagyon sok településen zajlanak egyszerre felolvasások. Ugyanígy ülnek emberek egy teremben, ugyanígy könnyen a kezükben, és ugyanígy olvasnak azoknak az embereknek, akik szeretik hallgatni azt, amikor nekik olvasnak. Ahogyan mi is szeretjük, és ezért vagyunk itt most. Azok, akik valamely Nagybányán vagy a környéken született író, költő művével, vagy valamely a vidékünkhöz kapcsolódó szép irodalmi alkotással vesznek részt a programban, értékes ajándékban részesülnek. Pénteken a lelkes olvasók a Teleki Magyarház fali naptárát a régi Nagybánya fotóival, vagy a Teleki család örökében című könyvet kapták ajándékba. Tárgyú vagy vonatkozású műből olvasnak, nagybányai szerzőtől, vagy nagybányáról szóló verset, prózát, mesét, azok kapnak egy kis ajándékot, ugyan erre majd igyekszünk figyelni, és ha netán figyelmetlenek lennék, akkor még ezt esetet húzzátok meg a hajamat, ha tudjátok. Mi nagybányai fotók vannak benne, én nagyon szeretem, én remélem, hogy az, aki ezt választja, az szintén szeretni fogja. A másik pedig egy ilyen kis könyvecske, amelyben megint, hogyha a folyosón jártatok oda át, volt, van egy kiállításunk a Nagybánya környéki telekiektől, Teleki Sándorról, Teleki Fáról és Teleki Blankáról. Annak az anyaga van kis könyvecske formában meg, és egy kis ismertető a Teleki házról,
Hát, ha szerencsétek van, lehet, hogy még magatokat is felfedezhetitek a képeken, elég sok fotó van benne a ház eseményeiről. A felolvasó maraton Radnóti Miklós nem tudható megzenésített versével kezdődött. Meghallgatunk egy dalt. A dal szerzője Radnóti Miklós, aki pedig előadja, egy felvidéki együttes, mutatjuk így, egy fiatal hölgy és a párja, Zsuzsika és Dodó, úgy hívják őket, egyébként a Kicsi Hang, ez a neve az együttesnek, és ők fogják elénekelni azt a verset, hogy nem tudhatom. Lehet, hogy ismeritek, ha nem, akkor... Milyen teremtett állat ez az irtózatos krokodilus?
mert én idegen vagyok itten. Ó, szerencsétlen, lelkendezett Erebumba. Ó, szerencsétlen, hát a krokó akkora, mint egy fatörzs, akkora fogai vannak, mint ez a karó a kezemben, akkora farka van, hogy csak meglendítsen, már meghaltál. Menekülj mielőbb előle! Ho-ho-ho! Szólt Misi Mókus. A mi zsákmány félét az utamban. Apróka nagyon, de a kis falat is jó falat, ha ilyes. A krokó? Én pedig még nem reggeliztem. Ebédelni sem fogsz, de vacsorázni sem többé, csak engemet kapjál be! Rikoltotta feléje tele torokkal Misi. Kus, Misi Mókus! Várj meg, kérlek szépen! Visszafordult, s akkor látta, hogy Bumba a majom dohon utána lélekszakadva. Ki olyan ügyes, olyan csalapinta, hogy krókót tönkre silányítja, az túljára titoktartó kacifánt eszén is, és kiszedi belőle a titkot. Erre Misi Mókus azt tanácsolta, hogy legjobb, ha ők is táncba kezdenek az elefánt előtt. Tam már a te kacifántodat, súgta Bumbának Misi. Hogyan? Súgta vissza Bumba. Süss csak ide, majd megtudod. Aztán hangos szóval az elefánthoz fordult. Ho-ho, kedves kacifánt! Fogadásunk eldöntésére pártatlan és bölcs bíróra van szükség. Van-e fogalma arról, mi a különbség van a majom és a mókus között? Mert ha nincs... Még háromszor kell neki vetevednem ennek a galát hegynek, aminek az ormán van a papírról sokatér, barátom barnakja. Szemek! Szólt Misi Mókus. Minden rendbe fog menni. Húzolódik a szakállam, tehát jóslatot közölhetek magammal. Vendégeim érkeznek. Elválni, hogy jót vagy rosszat hoznak-e. Mi az Bumba? Kérdezte Misi. Csak nincs valami új vég az utamban, amikor óvni akarsz? Nincs. Mit te milyen nagyon furt vagy, Misi Mókus? Próbál tetted a nagy kacifántot, lelkendezett Bumba. Ajaj, felelte Misi. Olyan Mókus az erdő egyik hatalmas fájának tágas, kényelmes odvában született. Dialógus egy szerzetes közt, felállított, és egy régi kollégájuk közt. A szerzetes állója a titkát a boldog életnek. Ja, barátja, hogy a diákon még mindig tartja az üres csészéjét. A negyedik mítus, a bőség, tudás szertartásaként ismert. Az élet hosszig tartó tanulás, elgondolása helyezi a középpontba, és a tudásod alapjának kiszélesítését önmagad és a körülötted élők javára. A régi, a tudás hatalom felfogás? Nem, ennél sokkal többről van szó, John. A tudás pusztán lehetség, lehetséges hatalom. Ahhoz, mi ez a hatalom manifesztálódjék, alkalmazni kell. A legtöbb ember tudja, mit kell tennie bármilyen adott helyzetben, vagy ami azt illeti az életben. A gond ott van, hogy nem lépnek naponta következetesen a tettek mezejére, hogy használják a tudást, és valóra váltsák az álmaikat. A bőséges tudás szertartása arról szól, hogy az élet diákjává váljunk. Sőt, ami még fontosabb, azt igényli, hogy használd is, ami a létezés osztálytermében megtanultál. Mit tett Ramán Jógi és a többi bölcs annak érdekében, hogy életben tartsák ezt a rítust? Számos alrítusuk van, amelyekkel naponta adóznak bőség tudásának szertartásának. Az egyik legfontosabb módszer egyben a legegyszerűbb is, akár még ma elkezdheted. De ugye nem vesz igénybe túl sok időt, Julian mosolygott. Ezek a technikák, eszközök és tanácsok, amelyeket megosztok veled, hatékonyabbá és eredményesebbé teszik az életed, mint valaha is volt. Ne légy már kicsinyes. Gondolj csak azokra, akiknek nincs idejük másolatot készíteni a számítógépükben lévő anyagokról, mert túlságosan el vannak foglalva azzal, hogy dolgoznak rajta. Mégis, amikor lerobbannak a gépek, a hosszú hónapok fontos munkája vész el. Sajnálják, amiért nem naponta fordítottak néhány percet a mentésre.
Érted, mire gondolok? Legyenek világosak a prioritásaim? Pontosan. Próbálj megszabadulni az időbeosztásod béküritől. Inkább a lelkiismeretedre és a szívedre hallgatva fókuszálj a dolgokra. Ha investálsz magadba, és rászállod magad arra, hogy legmagasabb szintre emeld a szellemedet, testedet és a jellemedet, szinte úgy érzem majd, mintha egy személyes navigátor volna benned, aki megmondja, milyen dolgokat kell megtenned a legnagyobb és legkielégítőbb eredmények eléréséhez. Nem fog többet idegesíteni az órát, és elkezded élni az életed. Vettem a lényeget. Mi az az egyszerű állítós teát, amit mindjárt megtanítasz nekem? Kérdeztem. Olvas rendszeresen. Napi fél óra olvasás csodát fog művelni veled. De óvaintelek, ne olvass sem mindenfélét. Nagyon válogass meg, hogy mit ültetsz elmét új a kertjében. Nagy mértékben táplálnia kell az agyadat. Legyen olyan, ami téged is és az élet